Itt Bátánál fulladt bele a Dunába egy 13 éves és egy 15 éves fiú még 2017-ben. Fürödni indultak, úszni viszont egyikőjük sem tudott. Egy hirtelen mélyülő résznél pillanatok alatt merültek el, az élettelen testüket kora este emelték ki a búvárok. Két évvel korábban itt Domboriban történt hasonló tragédia. Egy 18 éves fiú fulladt a vízbe. A holtestét csak órákkal azután tudták a felszínre hozni, hogy elmerült a három méter mély vízben. Egy átlagos felkészültségű embernek esélye sincs kimenteni a fulldoklókat. Ezt mondja a búvár, aki az előbb felidézett tragédiáknál is részt vett a keresésben. Hortai Tamás szerint a vízfelszínén kapálózó áldozat szinte biztos, hogy magával rántja a segítségére sietőt, éppen ezért inkább megelőzni érdemes a tragédiát. Már a parton, a olyat, valaki ittassal, ne adj Isten, valamilyen szinten bódultan ő, akar bemenni, látom, hogy nem nagyon találja igazán a kezeit, lábait a vízbe, akkor őt próbálom inkább meggyőzni, és figyelj, nem kéne inkább kijebb jönnöt stb. Sokkal nagyobb eredményt fogunk elérni, ha ebbe az irányba teszünk bele energiát. A szakértő azt mondja, egy vízimentés minden esetben rendkívül megterhelő feladat, ezért, ha lehetséges, érdemes valamilyen eszközzel a bajba jutott segítségére sietni. Valamilyen tárgyal segíteni. Tehát vagy egy csónak, vagy egy gumimatrac, vagy egy kajak, vagy valami, egy bármi, ami minket azért tud stabilizálni, és akár csak onnan esetleg egy úszótárgy, egy mentőmellény, egy, egy lapát, egy akármi segítségével, és amikor már megnyugodott, amikor már sikerült stabilizálnom, majd akkor ráérek esetleg vagy kivontatni, vagy kihúzni. Az ország fürdővizeiben minden évben többen lelik halálukat. 2020 ilyen szempontból eddig szerencsés esztendőnek számít. Július 22-ig ugyanis egyetlen fulladás sem történt.